Egy beugró jellegű jelenet következik, ahol szükségünk lesz egy kis segítségre, mert mi úgy szeretünk játszani, hogy még mások is vannak a színpadon, nem csak mi. Tehát egy hölgynek a segítségére lenne szüksége, nem tudom ki jelentkezni. Általában olyan nők szoktak jelentkezni, akik közelülnek a lépcsőhöz. Hát ezt te most beszoptad. Gyere, kérlek fel a színpadra. Nem lesz semmi gond, gyere, fáradj föl. Gyere, állj ide szépen közénk. Először is mutatkozz be. Ági vagyok. Nos, Ági, elmondom, hogy miről lesz szó. Tehát azt fogjuk eljátszani, hogy Szabolccsal mész egy autóba, lesz egy autóbalesetetek, te megsérülsz, és Szabolcs újra fog éleszteni téged. Ilyen szájon átvaló lélegeztetés, szívmasszázs, és most jön a kérdés, hogy neked van-e pasit? Nincs. Nincs, akkor Szabolcsot ma este nem fogják szarrá verni. Na gyere szépen, akkor itt te vagy a volánnal. Na, mentek szépen az autó. Milyen autóval mentek? Ferrari. Ferrari. Milyen kár, hogy össze fogod törni, de... Mentek a Ferrarival szépen az erdélyi úton, képzeljük el. Mit csinálunk az erdélyi úton? Gombászol. És miért gombászok autóból? Mert hülye vagy azért. Mentek az erdélyi úton, és egyszer csak elétek ugrik egy állat. Milyen állat? Szarvas. Szarvas? Mi utálod a szarvasokat? Geci szarvas, kicsi bambi. Ne legyen a szarvas, mert mégis. Szabolcs, milyen állat ugrik oda? Egy pingvin. Pingvin. Ez a tipikus probléma nálunk, a pingvin csordák, hogy előzni se lehet tőlük, ugye? Utat is összeszarják. Na, ott van a pingvin, elütötted, mit csinálsz ekkor? Kikapcsolod az övet? Az övem, vagy az övét, ami az ővé, vagy az én övem, ami az övé. Nincs övetek. Ha van. Nincs most. Jó. És tiszta véres. Minden. De ne üssünk el állatokat, én szeretem az állatokat. Jó, akkor üssük el az erdészt. Mi jó. Hiába nevesz, mert te leszel az erdész. Hát, nem úgy néz ki, mint egy erdész, de... Ebben az erdőben ilyen erdészek vannak. Hol van ez az erdő? Miért? Járnék oda gombázni. Na mindegy, az erdész eszméletlen. Azt látom. És megnézzük, hogy az áldozat magánál van-e? Nálam nincs. Nem úgy értettem, hanem hogy... Mi magánál? Nem úgy. Mindegy, és akkor most, hogy mindenki bele tudja élni magába, úgyhogy megkérjük a kedves erdész, hogy úgy 10-12 percig ne lélegezzen. Ez nem jó, hogy jön a mentő, kérdezik, hol az áldozat, ott rögi szét a belét a bokorba. Na, és neked is el van törve kezed, el van törve lábad? Nincs eltörve semmi. Mindjárt el lesz. És akkor utána jön ugye, hát a szívmasszázs, aminek az a lényege, hogy ilyen pumpáló mozdulatokkal kellene. Elég nagy szíve van az erdész úrnak. Ő az állatok barátja azért. Akkor pumpáló mozdulatokkal. Pumpáló. Uh-huh. Képzeld azt, hogy egy bicikli. Hát, szia bicikli. Jók a szelepeid. És utána jönne a szájon átvaló lélegeztetés. Hát nem fog lesmárolni egy biciklit. Nem, csak szájon át kellene lélegeztetni. Nem elég egy puszi? Nem, szájon át. De ettem hagymát. Ő is. Hát, érzem. És akkor pumpálás, szájon átvaló... Én szeretem a biciklit, ahogy suhanunk az éjszakában, csak én meg a bicikli. Jó, csak ma este senki ne kapjon gumidefektet. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.